Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Roller. Egy tavaszi napon Egon, a cserebogár, nekilátott, hogy barkácsoljon magának egy rollert. Egész nap fúrt, faragott, csiszolt, ki sem látszott a munkából. Amikor elkészült, lefestette feketére, és elindult, hogy megmutassa új rollerét a többieknek. A fiúk épp kosárlabdáztak a réten. Ott volt Bogyó, Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Alfonz. Nézzétek, új rollerem van! Én készítettem! Kipróbálhatom? Nem adom, az enyém. Csak mennék vele egy kört. Igen, mi szeretnénk menni vele. Csak egy kört, aztán visszaadjuk. Nem adom, mondta újra a cserebogár. Miközben Baltazár, Vendel és Egon veszekedtek, Döme megragadta a rollert és elszágoldott vele. Állj meg, hozd vissza! Az enyém, és nem adtam neked kölcsön. Senkinek sem adom kölcsön. Döme lassított, és Egon hamarosan utolérte. Add vissza a rolleremet! Tessék, itt van, mondta Döme, és hozzátette. Amúgy sem elég gyors. Nem elég gyors? Na, ide nézzetek! Még hogy nem elég gyors, hiszen alig értek a nyomomba, mondta nevetve, de közben nem vette észre az út közepén tátongó nagy gödröt. Vigyázz, Egon! Kiabált egyszerre Bogyó, Baltazár és Vendel, de már késő volt. Na, ezt igazán magadnak köszönheted, Egon, okoskodott Baltazár. Egon, mi történt veled? Nagyon összeszúrtak a tüskék, és ti miért nem segítetek neki? Kérdezte egy szuszra a rózsabogár. Egon a hibás! Akárhogy is történt, akkor is segítenetek kellett volna, amikor ilyen csúnyán elesett. Gyere, Egon, itt van a közelben a házam. Lemosom és bekötözöm a sebeidet. Lili leültette Egont egy székre, és langyos vízzel lemosta a sebeit. Nem is olyan csúnya. Ekkor Egon halkan sírdogálni kezdett. Én vagyok a hibás, nagyon irigy voltam. Ha nem lettem volna ilyen, akkor nem történt volna baj. Akkor legközelebb ne legyél irigy. Köszönöm, hogy segítettél, mondta Egon búcsúzóul. Nem nagy ügy, hamar rendbe jössz. Egon bicegve jutott haza. Fájtak a sebei, nem tudott felszállni a rollerre. Hazaérve gyorsan ágyba bújt és elaludt. Másnap reggel új ötlete támadt. Elővette az ecseteket, a festékeit, most pedig átfestelek rózsaszínre. Na hát, Egon, ezt neked hoztam. Köszönöm, hogy segítettél. Hiszen ez csodaszép. Átfestetted? Kérdezte Lili. Igen, úgy gondoltam, feketén biztosan nem tetszene neked. Nagyon örülök neki. Át is megyek vele Babócához. Jó utat, óvatosan menj, kiáltott Lili után Egon. Egon hazasétált, és épp leült volna ebédelni, amikor kopogtattak. Szia, Egon! Kezdte Baltazár. Csak meg akartuk kérdezni, hogy jobban vagy-e. Jól vagyok, ne aggódjatok, legyintett Egon. Megígérem, hogy többet nem veszem el a rolleredet, szólt bűnbánóan Döme. Már nincs meg a rollerem, átfestettem és Lilinek ajándékoztam, mosolygott Egon. De készítek majd magamnak egy új rollert, fordult a barátaihoz Egon. Megígértem Lilinek, hogy többet nem leszek irigy. Mindenki mehet majd vele. Egy keveset. Hurra! Kiáltotta Gömbi. Most pedig gyertek, egyetek velem. Almás pitét sütöttem. Szeretitek? Egon hamarosan elkészült új rollerével. Sötét zöldre festette. Pár nap múlva a kisbarátok mind összegyűltek a réten, és felváltva rótták a köröket a két rolleren.
Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Gömbi tornya. Egy nyári napon Gömbi, a virágbogár, elővette színes építőkockáit. Építek egy magas tornyot a kockákból, gondolta magában, és elindult a dobozzal a közeli dombra. A nagy tölgyfa alatt kiborította a kockákat a dobozból, és munkához látott. Ahogy a torony nőtt, Gömbi egyre nehezebben érte el a tetejét. Óvatosan ágaskodott, de a keze mégis megcsúszott, és a torony összedőlt. Jaj, ne! Kiáltott Gömbi. Most aztán kezdhetem előről, mérgelődött. Ismét nekilátott. Újra óvatosan, figyelmesen rakosgatta egymásra a színes építőkockákat. A torony nőtt, nőtt, ismét egyre magasabb lett. De jaj, ekkor egy mag hullott le a tölgyfáról, és romba döntötte a virágbogár tornyát. Jaj, a tornyom! Megint feldőlt a tornyom! A tölgyfa a hibás! Állapította meg haragosan. Ismét elkezdte építeni a tornyot, de már nem a tölgyfa alatt. Egyre türelmetlenebbül rakosgatta egymásra színes kockákat, amikor arra jött Bogyó, a csigafiú, Babóca, a katicalány, és Vendel, a szarvasbogár. Hű, de szép tornyod van, Gömbi, mondták vidáman. Igen, szép, már csak a piros csúcs hiányzik a tetejéről, és készen van. De ekkor feltámadt a szél, és egy erős fuvallat ledöntötte a karcsú tornyot. Gömbi dübegorult. Többet nem kezdem újra, nem is akarok tornyot építeni. Hazamegyek. A többiek vigasztalva szaladtak utána. Várj, Gömbi, majd mi segítünk. Gyere, építsük meg a tornyodat együtt. Nem, már nem akarom. Ennyi kockából nem is lehet igazi magas tornyot építeni. Jelentette ki dühösen Gömbi, és becsapta maga mögött az ajtót. Hogyan segíthetnénk Gömbinek? Tűnődött Babóca. Meg kell őt vigasztalnunk, szögezte le Bogyó. Tudom már, mondta Vendel. Nekem is van építőkockám. Elhozom, és akkor több kockánk lesz. Építhetünk együtt egy igazi magas tornyot, amilyet Gömbi szeretne. Ez jó ötlet, nekem is van egy doboz építőkockám. Én is hozom. Én is hozom az enyémet. Óriási tornyot építünk majd. Bogyó dömperben húzta színes kockáit, Babóca talicskában tolta, Vendel pedig nagy kosárban cipelte. Szia, Gömbi! Nézd, mind elhoztuk az építőkockáinkat. Nincs kedved egy óriási tornyot építeni velünk? Kérdezte kedvesen Babóca. A házikódban építenénk, nehogy a szél újra felborítsa, tette hozzá Bogyó. Építőkocka, mekkora torony lesz ebből, gyertek be! Kiáltott a kis virágbogár, és nagyot ugrott örömében. Most jön az utolsó darabka, a piros csúcs. Ezt te rakd fel, Gömbi, javasolta Vendel. Hurrá, kész van, kiáltották mind egyszerre. Amikor besötétedett, Bogyó, Babóca és Vendel elköszöntek Gömbitől. A kis virágbogár boldogan bújt be ágyikójába, és addig csodálta a hatalmas tornyot, míg elnyomta az álom. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A gomba kalapja. Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és Gömbi kirándulni indult az őszi erdőbe. Egyszer csak holk sírást hallottak. A bokor mögül jön, suttogta megszeppenten Bogyó.
Egy kis gomba sírt a bokor mögött. Hiányzott a fejéről a kalapja. Ki vitte el a kalapod? Kérdezte bátortalanul Babóca. Nem tudom, mire felébredtem, már nem volt a fejemen, szipogott a gomba. Ne aggódj, majd mi segítünk, keresünk neked másik kalapot, nyugtatta meg Bogyó. Mind hazaszaladtak, és hamarosan egy-egy fejfedővel tértek vissza az erdőbe. Hoztunk neked új kalapot, mondták, és sorra felpróbálták a gombára a kalapokat. Először Babóca adta rá pöttyös sapkáját, de az sehogy sem illett a gombához. Utána pihetette fel rá boszorkány süvegét. Nem akarok boszorkány lenni, mondta dühösen a gomba. Ezután Gömbi húzta elő napellenző sapkáját, de az meg kicsi volt rá. Most Bogyó következett. Két kalapot is hoztam, itt a kertész kalapom, és elhoztam az ördög sipkámat is. A kertészkalap viccesen festett a gombán, de ő ennek egyáltalán nem örül. Nem tetszik, szögezte le. Az ördög sipkától még dühösebb lett. Nem vagyok ördög, mérgelődött kipirulva. Akkor lett csak igazán morcos, amikor Baltazár elővette a piros fazekat, amit a hóember viselt télen. Hiszen ez egy fazék, nem fogok egy fazekat hordani, dühöngött a gomba. Ez nem egy egyszerű fazék, ez volt a hóemberünk kalapja, vágta rá sértődöttem Baltazár. Végül Vendel a szarvasbogár került sorra, egy cilindert hozott a gombának. Ez nem is rossz, dünnyögött a gomba. De kérlek, keressétek meg inkább az én kalapomat. Azt szeretném hordani. Neki láttak megkeresni a gomba pöttyös kalapját. Épp ekkor repült arra a három kanári fióka. Mi tudjuk, hol van a gomba kalapja? Három szubogár csónakázik benne. Láttuk? Csipogták. Gyertek, irány a patak! Kiáltott Babóca. A vízen dalolászva csónakázott a gomba kalapjában a három szú. Adjátok vissza a gomba kalapját! Kiáltott rájuk dühösen Bogyó. Megígértük barátainknak, a bolháknak, hogy meglátogatjuk őket. Szükségünk van egy csónakra. De ez a kalap nem csónak, a gombáé. Adjátok vissza! Harciaskodott Bogyó. A szubogarak végül vonakodva visszaadták a kalapot. Hogyan jutunk el így a bolhákhoz? Kérdezték szomorúan. Majd mi elviszünk titeket, mi is a kis szigetre tartunk, csipogta a három kanári. Hurrá, madárháton fogunk repülni, ugrándoztak a kis szúk. De előbb visszavisszük a gombának a kalapját, szögezte le Babóca. Vagyis a csónakot, kuncogott a három szú, de Bogyó olyan szúrósan nézett rájuk, hogy nyomban abba hagyták. Köszönöm, mondta boldogan a gomba, és elégedetten mosolygott, mintha csak rám öntötték volna. A szúbogarak felpattantak a három kismadár hátára. Jó utat, kiáltott utánuk a gomba. Jó utat, harsogta Bogyó, Babóca és a többiek. Mindannyian búcsút vettek a gombától, és kalapjukat fejükbe nyomva elindultak hazafelé. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Foci meccs. Egy nyári reggelen Vendel a szarvasbogár hangos kopogtatásra ébredt. Ha-ho, Vendel, nyisd ki, én vagyok az Frici. A szarvasbogár álmosan kibújt az ágyból és ajtót nyitott. No hát, Frici, gyere be! Kiáltotta boldogan Vendel, és a két régi barát összeölelkezett. Nézd csak, hoztam neked valamit, mondta Frici. Egy foci labda, hurrá! De a
kommunikációs csapatok is kellenek, figyelmeztetett Frici. Rendben, állítsunk össze csapatokat. Szóljunk mindenkinek, javasolta a szarvasbogár. Reggeli után Wendell és Frici útra keltek. Mindenkihez bekopogtattak. Végigjárták az összes házat, és mire az erdő végére értek, összegyűlt a két csapat. Bírónak Alfonst választották. Varjunk nekik színes mellényt, javasolta Lili. Kéket az egyik csapatnak, pirosat a másiknak. A focisták egész héten gyakoroltak. Ezeket nektek vartuk, mondta Szellő, és Wendell kezébe nyomta a piros és kék mellényeket. Köszönjük, mondták a csapattagok egyszerre, és boldogan felhúzták a mezt. Babóca és Lili padokat hozott, és a nézők elfoglalták helyüket a pálya szélén. Egyszer csak felhangzott Alfonz sípja, és megkezdődött a mérkőzés. Ez a szalagybogyó, kiabált Wendell. Ide, ide, nekem passzol, kiáltozott Gömbi. Hurrá, ez az, ujjongott a kék csapat, és összeölelkeztek. Hajrá, kékek, hajrá, pirosak, hallatszott a nézők felől a vegyes hangzavar. Miért, Frici, nem szabad kézzel megfogni a labdát? Háborgott a méhecske. Bizony, Boltozárnak igaza van, többet ne szabálytalankodj, Frici, mondta szigorúan Alfonz a bíró. A meccs izgalmasan folytatódott. A pirosak is rúgtak két gólt, a kékek is, így már 3-2-re vezetett Wendell csapata, amikor újra leállt a játék. Frici elkáncsolt, panaszkodott Gömbi. Igen, én is láttam, mondta Alfonz. Frici, ha még egyszer szabálytalankodsz, kiállítalak. Wendell csapata nyerésre állt. Frici egyre dühösebb lett. Ide nézzetek, most berúgom! Kiáltotta, és félrelökte Bogyót, de a lökéstől ő maga is elesett, és fájdalmasan felkiáltott. A kezem! Jaj, a kezem! A többiek mind oda szaladtak. Szaladok gyorsan Bagoly doktorért, mondta Szellő, és már indult is. Ha nem fájna a kezed, legszívesebben kiállítanálak, mondta Alfonz. Csúnyán ellökted Bogyót. Igen, tudom, szólt bűnbánóan Frici. De nagyon fáj. Meg is érkezett Bagoly doktor. Ez bizony eltörött, be kell gipszelnem. 4 hétig lesz rajtad a gipsz, utána leszedjük. Vigyázz rá, semmi szaladgálás! A meccs így a kék csapat győzelmével ért véget. A visszavágóra még egy kicsit várni kell, mondta Wendell, és megveregette Frici hátát. Ugyan már, hamar rendbe jössz, ne lóvasd az orrod. Sajnálom, hogy szabálytalankodtam, szipogott Frici. Megígérem, ha erre jön a kezem, többet nem fogok rosszalkodni, és játszhatunk egy tisztességes visszavágót. Addig is kicsit kidíszíthetnénk Frici gipszét, mosolygott Babóca. Gyertek, meghívok mindenkit uzsonnára. A barátok mind beözönlöttek Babóca pöttyös házába. Elővették a filctollakat, és szebbnél szebb színes rajzokkal pingálták tele a cincér gipszét. Ha majd leveszi Bagoly doktor, akkor is megtartom emlékbe, jelentette ki Frici. Aztán mind asztalhoz ültek, és az utolsó falatig megettek egy óriási piskótatekercset. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hímes tojások. Elérkezett a húsvét. Pihe a lepkelány, Lili a rózsabogár, Ugri a szöcskelány és Szellő a szitakötő összegyűltek Babóca házában, hogy húsvéti tojásokat fessenek. Hány tojást kell festenünk? Kérdezte Lili. Lássuk csak, Bogyó biztosan eljön holnap locsolkodni, de jönni fog Baltazár, Wendell és Döme is, és persze Gömbi, Alfonz és Csiga Csaba. Akkor 7 tojást kell festenünk. Lássunk munkához! Szépek lettek, biztosan örülni fognak holnap a fiúk, állapította meg Pihe. Ideje hazaindulni, holnap korán kelek, palacsintát fogok sütni, azzal várom majd a locsolóimat.
mondta Pihe. Én pogácsát sütök, mondta Lili. Én pedig rétest, tette hozzá Babóca, és kikísérte a lányokat. Másnap reggel minden lány korán ébredt. Pihe szaladt a konyhába, felkötötte a kötényét, és neki látott, hogy kikeverje a palacsintatésztát. Lili is kötényt kötött, és már is gyúrni kezdte a pogácsákat. Babóca rétest nyújtott, Szellő piskóta tekercset készített. Ugri is izgatottan ébredt. A fiúk nem kelnek korán, van még időm, hogy megsüssem az almás pitét, és egy nagy kosár almát tett az asztalra. De jaj! A kosár hirtelen megbillent, az almák kigurultak és lesodorták az asztalról a hímes tojásokkal teli tálat. A sok tojás mind összetört. Jaj, a hímes tojások! Most mit csináljak? Mit adok a locsolóknak? Kétségbeesve szaladt Babócához. Babóca, összetört az összes hímes tojásom, mind a 7, segíts! Nem érek rá, Ugri, süteményt sütök, de maradt 2 festetlen tojásom, ezt odaadom. Fest ki gyorsan, készen leszel, mire megjönnek a fiúk. Lili, darabokra törtek a tojásaim. Tudsz segíteni? Nem tudok, sülnek a pogácsáim. Fogd ezt a 3 fehér tojást, még van időt kifesteni. Pihe, segíts! Újra kell festenem a tojásokat, mind összetört. Mind összetört? Sajnálom, Ugri, de most nem mehetek veled, odaégne a palacsinta. Itt van ez a 2 festetlen tojás, neked adom. Szellő, baj van, összetörtek a tegnap festett tojásaim. Kérlek, segíts, egyedül nem tudok 7 tojást újra festeni, alig van már idő, panaszolta Ugri. Tudom már, ki segíthet, gyere utánam. Szaladtak az erdőn át egészen a barlangig. A következő pillanatban álmosan előbújt a barlangi pók. Kedves pók, segítened kell, kezdte Szellő. Ugrinak összetörtek a hímes tojásai, és most 7 új tojást kell festenie. Nincs sok idő, mindjárt jönnek a fiúk locsolni, addigra készen kell lenni. Nem bánom, dünnyögte a pók. Köszönöm, nagyon kedves vagy, szipogta Ugri, és elköszönt Szellőtől. Ugri ecsetet, festéket vett elő, és a pókkal együtt munkához látott. A pók egyszerre 3 tojást is ki tudott festeni. Készen vagyunk, mondta boldogan Ugri. Megköszönte a pók segítségét, és elrendezte a tojásokat a tálon. Ebben a pillanatban már kopogtattak is az ajtón. Ugri ajtót nyitott, és a 7 fiú egyszerre belekezdett a locsolóversbe. Ezt a kislányt megöntözöm, a szép tojást megköszönöm. Mind a 7 meglocsolták Ugrit. A szöcske lány büszkén nyújtotta feléjük a tálat, a fiúk pedig választottak egy-egy színes tojást. Süteményem sajnos nincs, szólt halkan Ugri, és elmesélte, mi történt. Emiatt ne aggódj, nevettek a fiúk. Babócánál rétest ettünk, Lilinél pogácsát, Pihénél palacsintát, Szellőnél pedig piskótát. Egy falat sem férne már a hasunkba, mondták a fiúk, és nagyot nevettek.